Kemény Zsigmond nevét viseli ezután a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum. Szombaton került sor a névadó ünnepségre, amelyen részt vett a Kemény család több tagja is. Az ünnepség részeként az iskola udvarán fölállították az író mellszobrát, Gergely Zoltán szobrászművész alkotását. Diákok, tanárok, szülők egyaránt örömünnepként élték meg, hogy a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum Kemény Zsigmond nevét vette fel. Ezáltal is fejet hajtva annak a romantikus írónak, publicistának, politikusnak emléke és hagyatéka előtt, akit magyar gyerőmonostori báró Kemény Zsigmondként ismer a történelem. Őt tartják Jókai Mór mellett a magyar romantikus regényirodalom egyik legnagyobb alakjának. Körülbelül 5 éve kezdődött ez az akció. Akkor, mint munkanév használtuk a Kemény Zsigmond nevet. Miért választottuk Kemény Zsigmondot? Azért, mert a régiónak egy kiemelkedő személyisége, a mezőségnek egy kiemelkedő személyisége. És a munkássága példaértékű is lehet, mint tudjuk, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, és ezen kívül a novellái, regényei szintén fontosak a romantika idejében. Úgy gondolom, hogy Kemény Zsigmond neve nem csak az iskolát, hanem a magyar tanárokat is kötelezi innen arra. Nagyon sok erőt és nagyon sok irányvonalat mutat meg számunkra, mármint hogy nagyon sok erőt ad, és több irányvonalat is megmutathat. Érdekes módon ő nem egy olyan típusú személyiség volt, aki olyan jellegű, jelentős dolgokat tett volna, amiket úgy tudunk kiemelni, hogy hangoztatni lehet ezeket, és fölé vagy mögéje föl lehet zárkózni, de az egész élettörténetét mégiscsak egyfajta erős kitartás jellemezte. Innen a mezőségről indult, pusztakamaráshoz való kötődése vezetette bennünket végül is ahhoz a döntéshez, hogy az ő neve mellett döntsünk. Szerintem ez egy dicsőség az iskola számára, mivel nem Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Liceum vagyunk, ezt így nem tudom, hogy kapjuk, de nagyon furán hangzott, de ez a Kemény Zsigmond, ez nekem nagyon tetszik. Hát bárki megkérdezi, hogy hova jársz, a Keménybe járok, és még jól is hangzik. Én nagyon örülök annak, hogy felvette ezt a nevet, mivel mi is már egy úgymond iskolának érezhetjük magunkat, mivel minden iskolának ugyebár van egy neve, és az előző név nekünk hosszú is volt leírni, és nem gondoltuk, hogy tényleg hivatalos ez az iskola, és hogy tényleg hivatalos a név. És így most már nagyon örülünk, hogy mi is, nekünk is van egy nevünk, és hogy egy ilyen nevet kaphattunk. Timsa Ildikó igazgató azt is elmondta, hogy az idei tanévben 460 diákja van az iskolának, ami a tavalyhoz képest fejlődést jelent. Az, hogy évről évre egyre több diák jelentkezik a magyar tannyelvű iskolába, azt jelzi, hogy mind a gyerekek, mind a szülők értékelik a befektetett munkát. 2016-ban nyitottuk meg a kapuinkat, azóta dolgozunk ennek a régiónak a kulturális felvirágoztatásán. Próbáljuk a gyerekeinket nevelni minden téren, úgy a tananyag szempontjából, mint az iskolán kívüli tevékenységek szempontjából. Próbáljuk átadni nekik az értékeinket és a hagyományainkat, azért, hogy majd, amikor kiteljesedik az életük, visszakerüljenek ugyanide, és ők folytassák majd a munkánkat. Tehát az iskolán gondolom, hogy emiatt nagyon fontos a térségben. Úgy érzem, hogy nagyon sok a lehetőségem ebben az iskolában, nagyon sok mindenben kipróbálhatom magam. Például a suli rádióban, a suli újságban diáknapozhatunk, és nagyon sok aktivitásunk van, ami segít nekem személy szerint abban, hogy a karrieremről egy kicsit gondolkozzak, hogy mi is szeretnék lenni. A névadási ünnepség különleges alkalom, hiszen, mint a mondás is tartja, a név kötelez. Az eseményen jelenlévő Kemény leszármazottak éppen ezért örömmel egyeztek bele, hogy ősük Kemény báró neve fémjelezze ezután a Szamosújvári iskolát. Ez egy olyan különleges esemény a Kemény család számára, amely jóformán nagyon ritkán történik meg az életünkben. Öröm azt látni, hogy a,
a sok probléma mellett, amit a kemény család is hosszú éveken keresztül próbál a visszaigénylések kapcsán, a jogi procedúrák kapcsán megvalósítani. Tisztán látjuk azt, hogy milyen borzasztó nehéz egy ilyen iskolát a nulláról felépíteni, és ezen felül még egy Kemény Zsigmond nevet is adni. Kemény Zsigmond egy különleges alakja volt az erdélyi magyar közéletnek, kultúrának, és nem utolsó sorban az irodalomnak, úgyhogy meggyőződésünk azon felül, hogy a Kemény családtagja, hogy egy nagyon jó választása volt az iskolának, hogy megtisztelte a családunkat, hogy Kemény Zsigmond nevet adta. Az avató ünnepségen leleplezték azt a Kemény Zsigmond mellszobrot is, amelyet a leszármazottak adományoztak az iskolának, és amelyet Gergely Zoltán szobrászművész alkotott. Úgy gondolom, hogy lehet Kemény Zsigmond példaképe azoknak a gyerekeknek, akik a mi iskolánkba járnak, több szempontból is. A mezőséghez való ragaszkodása szempontjából elsősorban, másrészt pedig a kitartó munkája miatt. Sokszor érték kudarcok az élete során, és soha nem adta föl. Úgy gondolom, hogy ez a kitartó munka és a szakmaiságnak a legmagasabb fokra helyezése mintaadó lehet számunkra. Az ünnepség keretében a diákok Kemény Zsigmondhoz kötődő ismeretterjesztő játékokon vehettek részt. Az iskolánk licistái szerveztek egy önkéntes csapatot, ahonnan a tanárok kitaláltak különböző játékokat, amivel a kisebbeket is be tudtuk vonni. Ezért olyan programaink voltak, mint például Kemény Zsigmonddal kapcsolatos programaink voltak persze, és olyasmik voltak, mint például meg kellett kapni Kemény Zsigmondnak a két szerelmét, vagy az évszámokat kellett párosítani a képekhez, vagy QR kódokkal kellett megkeresni Kemény Zsigmondról az információkat. A programok által megismertük Kemény Zsigmond szerelmeit, de megtudtuk azt is, hogy mindegyik beteljesületlen volt, de azért izgalmas volt megtudni egy kis eseményt az életéből. Az esemény végén a diákok háromszor is magasba kiáltották iskolájuk nevét, mint egy tudatva a nagyvilággal, hogy Báró Kemény Zsigmond szellemi hagyatéka nagyon jó kezekbe került. Kedves nézőink, maradunk még egy kicsit a Kemény Zsigmond Elméleti Líceumnál, tehát Szamosújváron. Vendégeim itt a stúdióban Rariga Imola, a Téka Alapítvány által működtetett Szorvány Kollégium igazgatónője, illetve Fodor Emőke tanítónő, aki negyedik osztályos kisdiákokat tanít a Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban. Hölgyeim, szervusztok, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nos, hát szerintem ez egy fantasztikus, felemelő ünnepi pillanat lehetett a pedagógusok életében, a diákok életében, a teljes Szamosújvár életében, hiszen egy sok éves munkának a végére tettetek pontot, azaz most már egy új fejezet kezdődik a Szamosújvári Magyar Elméleti Líceum történetében. Igen, a TIK Alapítvány számára ez a névadási ünnepség egy 10 éves munka befejezését jelentette. 2008-ban a miniszterelnöki hivatal Szorvány tanácsa, amelynek akkor Balázs Bécsi Attila az alapítványunk elnöke, az iskola megálmodója tagja volt, jóvá hagyta ezt a tervezetet, sőt 2009-ben már forrásokat is biztosított az építkezésre, a tervezésre. Ekkor merült fel egy projektnév, hogy hogyan nevezzük majd el az iskolánkat. Nagyon sok név merült fel, próbáltunk olyan embereket keresni, olyan személyiségeket, akik kötődnek mezőséghez, mert az iskolát is a régió egyik szorványközpontjának terveztük. Így merült fel Kemény Zsigmond neve, amit aztán elfogadott mindenki, és őt nem azért választottuk, mert forradalmi alkat lett volna, hanem azért, mert úgy, ahogy az erdélyi szorványban is az a legfontosabb, hogy folyamatos, fokozatos munka legyen, úgy ő is az korában ezeket az elveket képviselte. Ezzel a névadási ünnepséggel a 10 éves építkezés lezárult,
2008-ban ugye kezdődött a tervezés, 2016-ban átadtuk az iskolánkat, 2016. decemberében már átadtuk a tornatermet is, és 2017-ben a műfüves pályát, valamint 2018-ban befejeztük a játszótér felépítésével, ami egy közösségi összefogás eredményeként született. Hát a TÉKA Alapítvány mindenképpen nagyon sokat bizonyított ugye ennek a líceumnak a háttérintézményeként. Viszont szerintem a szamosújvári magyar közösség is, vagy vegyük tágabb értelemben a mezőségi szorvány magyar közösség is bizonyított. Milyen érzés pedagógusnak lenni egy olyan iskolában, amelyről tudod emőke, hogy nagyon-nagyon sok ember számára fontos? Mennyire érződik ez a hétköznapokban? Pedagógusként is, de mint tékatagként is, minden nap úgy megyek be az iskolába, hogy ez egy megvalósult álom. Nagyon rég terveztük, eleinte csak beszélgettünk róla, és akkor úgy tűnt, hogy ez elérhetetlen lesz számunkra, és most napról napra újabb ötletek jönnek, újabb kollégák, újabb kihívások, és úgy érzem, hogy tényleg megtaláltuk a helyünket, a pedagógusok is, és úgy szeretnénk, hogy minden gyerekünk megtalálná a helyét az iskolába is, meg majd továbbra is. Próbáljuk kiaknázni az összes lehetőséget. A TÉKA Alapítvány ebbe partnerünk, tehát ha bármilyen anyagi támogatásra van szükségünk, vagy ember, vagy szakértelem, bármiben számíthatunk rájuk. Az első évet tényleg az az eufória jellemezte, hogy mindent meg akartunk csinálni, az összes tevékenységet, amit eddig nem lehetett. Rájöttünk aztán, hogy szelektálni kell, mert nem bírjuk igazából. Hát most van, amikor kikristályosodik az, hogy mi lesz az iskolának, milyen hagyományai lesznek, még marad, mit engedünk. Hát igen, a hagyományteremtésnek ugye az első lépése az éppen ez a névadási ünnepség, aminek kapcsán most beszélgetünk. Látom, hogy a diákok is nagyon nagy szeretettel támogatják ezt a nevet, és nagyon sok mindent tudnak Kemény Zsigmondról, annak is köszönhetően, hogy már rögtön az ünnepség napján egy kis versenyt, egy kis extra tevékenységeket szerveztett. Azt szerettük számukra. Volna, hogy ne legyen egy unalmas beszédekből szóló nap, hanem a diákoknak is egy ünnep legyen ez a nap. És ha megkérdik, hogy miért Kemény Zsigmond, vagy ki az a Kemény Zsigmond, akkor ne nézzenek nagyokat, hogy mit tudom én ott az a szobor az udvaron. És a diákokkal itt nagyon sok tehetséges, ügyes diákunk van, akik rögtön segítettek. 15 olyan tevékenység volt, amelyben Kemény Zsigmond életútját, szerelmeit, ugye az többször elhangzott, az írásait, különféle interaktív tevékenységek által megismerhették, és nagyon nagy sikere volt. A negyedikeseket kérdeztem ugye rögtön utána, és nagyon sok mindent el tudtak mondani. Persze ezt majd folytatni fogjuk, még tovább elmélyítjük, nagyobb diákoknak többet mesélni róla, meg elolvasni a műveit. Ez egy kezdet volt. Hát meg külön szerencse az ugye, hogy a Kemény családnak a leszármazottai most már gondolom szoros kapcsolatot fognak ápolni az iskolával, hiszen olyan nyilatkozatukat is láttam, hogy ezután rendszeresen támogatni fogják az iskolát. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kik alkotják ezt a diák közösséget, ugye, hiszen van a szamosújvári mag, illetve vannak azok a diákok, akiknek a gondozásába, akiknek az élete irányításába azért a TÉKA Alapítvány is részt vesz. Kik ezek a diákok? Honnan jönnek? Az idei tanévet 121 diákkal kezdtük az alapítványnál, a Szorvány Kollégiumban. Ők 29 mezőségi településről érkeztek. A mezőség minden csúcsából vannak, tehát elkezdve Pusztakamarástól, Magyar Macskásig, Kidén, Fodorházán keresztül, tehát 29 település az, ahonnan mi elhozzuk azokat a gyerekeket, akiknek nincsen, ahol magyarul tanuljanak. Amit biztosítunk számukra, az amit otthon is egy szülő úgy gondolom, hogy biztosít a diák a gyerekeinek, tehát a napi ötször étkezés, szállást, azon kívül pedig minden olyan programot, ami őket felzárkóztathatja arra a szintre, mint a városi társaikat, akik esetleg le vannak maradva, illetve különböző tehetséggondozási programokban veszünk részt, és azon felül persze a tékás programok, a néptánc, a népzene, a hagyományaink megszerettetése, kézműves tevékenységek által, valamint most már egyre nagyobb gondot fordítunk a sportra is, amit az iskolával közösen megpróbálunk minél több olyan tevékenységet szervezni, amiben ők is részt vehetnek. Azt hiszem, hogy ők nagyon jól beilleszkedtek ebbe az iskolába. Most már 80 középiskolás diákunk van, tehát a 121-ből nagyon sok a középiskolás, és így minden
évfolyamban egy osztályt már a Téka Alapítvány biztosít a Szamosújvári iskola számára. Ami persze nem külön osztály, hanem vannak külön a humánban, a reálban a gyerekeink, ugyanúgy, mint ahogy a szamosújváriak is több osztályba járnak. Egyébként nagyon-nagyon sok beszámolót hallottam arról, hogy ha valaki belép ebbe az iskolába, akkor egyáltalán nem az az érzése, hogy egy kis, eldugott mezőségi városnak a hátrányos helyzetű kisebbségi iskoláját látogatja, hanem mindenki azt mondja, hogy teljesen európai színvonalú, a külalakja is, meg hát a belcsínje is, a diákok is fölszabadultak, okosak, mosolygósak, elégedettek. És gondolom, hogy ehhez azért nagyon-nagyon sok köze van ugye azoknak a pedagógusoknak, akik ott tanítanak. Mi az, amit megpróbáltok nyújtani ezeknek a diákoknak, hogy ne érezzék azt, hogy ők Szamosújváron járnak iskolába, hanem egyenértékűnek, egyenrangúnak érezzék magukat mondjuk a kolozsvári belvárosi iskoláknak a diákjaival. Hát ezt már mi is úgy tanultuk, amikor én voltam diák, hogy a mezőség az nem a holtenger, hanem a lehetőségeknek a világa, hogy nem a szegény szorvány vagyunk, hanem kétszer annyit dolgozva többet el tudunk érni, mint esetleg Kolozsvár belvárosában, ahol rengeteg lehetőség adott, illetve azt is megtanultuk, és ezt tanítjuk tovább, hogy azok a lehetőségek vannak, amiket magunknak megteremtünk. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogy a névadónkhoz illően, hogy az újítás irányába haladunk, tehát a hagyományokat ápoljuk, éljük, de a digitális világ fele halad az oktatásunk, minden osztályunkban digitális tábla van, ilyen jellegű továbbképzéseken veszünk részt, mert úgy gondoljuk, ezek másféle diákok, már mint mi voltunk, a tankönyv meg a füzet már nem hatékony tanítási eszköz. Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez. Nagyon-nagyon jó volt látni ezeket a lelkes diákokat, és gratulálok a névadáshoz és a választott úthoz. Járjatok rajta sikerrel, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.